Na, hát akkor ezzel indul a fiús buli. Ez ettől lesz különleges, hogy olyan beteg vagyok, hogy ez csoda, influenzás. Nyilván az utat nem fogjuk lemondani, csúrom víz vagyok. Hát ez van, kérem. Jó reggelt, reggel. Szia, akkor egy jó. Én majd elmegyek magára, de telefonálunk majd sokat, jó? Én elmegyek a nagypával most egy kicsit Dániába. És ti meg mentek anyával wellnesselni. Jó nap fogtok elmenni, de én már elmegyek ma a nagypapával, elrepülök. Gyertek kukackát, légy szíves! Ne sietsz ennyire! Most jön én a repülőt. Nekik is oda kell érni az oviba, nekem meg a repülőhöz. Anya, légyek, hogy szóljál ránk! Valamit hozzá nekünk onnan. Nem az a lényeg, hogy jól érezzem magam? De, az is. Szia. Legyetek ügyesek, jó? Vigyázzatok magatokat. Szia, drágám. Elég jól néztek ki. Narancssárga kék. Sáskámat, mert be akarom csomagolni, mert ugye a bőrödbe berakom a drónt. Hát ez nem egy vonzódás, ez egy szerelem. Kis nyúlnyi lett. Annyira vicces, így össze. Igen, érdekes. Összeszokjad. Szerintem. Majd átkapcsolok Margitka üzemmódba, akkor a program. Szent Margitató. Mi az a Margitka üzemmód? Információs bázis. De Margitkát majd akkor hívjuk telefonon. Csak nem Margitka meg wellnesseljen, és ne vegye fel a telefont. Na, menjetek meg, aggódom, hogy lemaradt. Igen. Jó utat nektek. Köszönjük. Puszi. Eladtam a fiúkat, mennek Malmöbe, mi megmegyünk wellnesselni, de csak holnap, úgyhogy ma még. Irányom Eló! Na, halihó, minden rendbe bejutottunk. Mr. Blue and Mr. Orange még van negyed órán kávézbe. Na jó, van puszika. Halihó, de vattam! Szevasz, virág! Jó. Ő itt virág, majd ő se vágja be saját magát ablakban. Csak egy picit zavar. Csak egy picit zavar, hogy magad. Jó, virág, nem akarsz. Ott van apu. Nagyon későn csekkoltunk be, úgyhogy külön utaztunk, de másfél óra gyorsan eltelt. De megérkeztél. Na szávasz. Milyen jó, hogy ilyen kabátba vagy. Könnyű meglátni. Ez olyan, mint az idegenvezetőknek a piros elhívja. Igen. Igen. Na, itt jött a busz. Szerintem ez lesz az. Na, már is egy közérdekű információ. Malmöből Koppenhágába busszal lehet átmenni, de a buszon csak készpénzzel meg mobillal. Ouch! És nincs eurótok? Ja, korona van, nem? Na jó van, és mi volt az, milyen utatok volt? Megnéztem egy filmet, ez valami olyasmi. Azt felültettem a buszra. Ja, hogy tartsa ott. Igen, jó, megvárt a busz, úgy tűnik. Na jó van, akkor puszi. Szerintem itt vagyunk a kedvenc hidadon. Ott a közepe szerintem, és onnan az Mandánia, nem? Mandánia. Ezt élőben fogom látni. Erről a hídról egyébként lehet tudni valamit, hogy ez meg milyen hosszú, vagy valami nem tudom, faktum. Margitkát megkérjük, hogy nézze meg nekünk.
az Öresund híd köti össze Svédországot Dániával. A híd teljes hosszúsága 7845 méter. De a felénél víz alatti alagúttá válik, így az autósok 4 kilométeren keresztül víz alatt haladnak az E20-as európai főútvonalon. Ide megszereztünk? Igen. Ha megérkeztünk. Gyönyörű szép idő van. Gyönyörű szép idő van. Én viszont felhúzom a kapucnimat. Nem is felhúzom. Az a baj, hogy akkor nem látok csak előre. De oda fogom adni a sapkámat, én előveszem a rettenetes kucsmámat. Tusánkádat? Ami egyébként tusánka. Már jel, megnézem akkor, hogy hol is vagyunk. This is the kitchen, I guess. You're right. Okay. Most csak összeleveszünk azon, hogy te melyik hálóban akarsz aludni. Te vagy a főnök, te. Én vagyok a főnök? Yeah, nem vagyok főnök. Főnök, te vagy. Nagyon szép kis lakás. Nagyon. Margitka, ügyeset foglaltál megint. Nagyon jó. Ez annyira jó ez a lakás, hogy az esőbe ne is menjünk sehova, csak itt leülünk. Leghőbb vágyam teljesült, hogy szép pohárba. Szép pohárba fogjuk megint. Na hát akkor ezzel indul a fiús buli, és a pálinka az most kiderült. Köszönjük Falikának ezt az egész dolgot. Szeretném az arcodat látni, amikor megkóstolod. Nagyon jó. Egy jó kis hazai pálinkával megérkeztünk Dániába. A világ egyik leggazdagabb és legboldogabb országa ez. Itt van a hügge. Az mi? Hát az a boldogság. Amikor valami nagyon jó, mint a angol azt mondod, hogy cool. Aha. Cool az a hügge, csak a hügge az úgy mindenre vonatkozik. Én lehet, hogy egy teával fogom magamat büntetni. Ja. Na, ho. Csodálatos helyet választottál, Norika. Egyszerűen csodálatos. Akkor ebben jó vagyok most, már ezt kimondhatjuk. Expert vagyok, Airbnb expert. Ezt kimondhatom. Akarod, hogy körbevezesselek a lakáson, gyorsan? Én körbe sétálok, és mindenhol megmutatom a fejem, jó? Ez az egész. A nappali és a konyha. Itt van az egyes számú hálószoba. Nagyon szép. És itt van ez a legviccesebb, ilyen aranyos kis majmocskák. Ők tartják a lámpát. És nagyon vicces, a nő elmesélte, hogy ne lepődjünk meg, mert 6 órakor pontban a függönyök automatikusan elhúzódnak. Ne gondoljuk azt, hogy szellemek vannak a házban. Itt vagyok én. Amint egyszerre két irányból rögzítem az eseményeket. És egy nagyon csini kis fürdi szobi. Még lóg egy kalap, ez is vicces. Ilyen szellemes lámpa megoldások vannak. Na jó van, anyám, anyamó. Elbúcsúzom, mert... Rengeteg dolgunk van. Ne, mennünk kell. Még kifújom 400-szor az óromat, és már mehetünk. Na, puszi! Puszi, puszi! Elindultam a gyerekekért, itt a mi kis életünk az zajlik a szokott rendben. Most akkor Ovi járat. És akkor itt a fejünk mögött van valami nagy. Ez mi? Szerintem ez a városháza. A városháza, igen. Több a bicikli, mint az autó. Ez nagyon, nagyon egészséges ez. Annak, aki nem fázik, mert én például most fázom. Elmeséltek apának, hogy mi volt az Ovi-ban, hogy adom a kamerát. Minden jó volt. Mindenkivel játszottam, de csak a kendőt akartam. Emek és tessék. Mi az, Fencu? Ez egy igazi dán specialitás. Ez a legázsiaibb dán leves. Itt a legnagyobb buli? Mit csináltok? Én nem ezt kérem, hanem mit te kérek? Tejbegríz! Na itt van a városháza. Margitka. Margitka jelentkezik. A Regnbőd Platzen fordítása Szivárványtér. A neve a Szivárványtér, a sokszínűséget és a szabadságot jelöli tulajdonképpen a Városház tér egyik sarka, amit néhány évvel ezelőtt neveztek át.
a liberális gondolkodásuk mementójaként. Margitka. Margitka, mindent. Szivárványtér. Nagy szeretje ez a Margitka. Igen. Virtuálisan nagyon jó, hogy Margitka van. Mi? Hát nem csak virtuálisan, jó, fizikálisan is. Fizikálisan jobb, hogy Nóri van. Ja, értem. Az, hogy virtuálisan van Margitka, és nem fizikálisan mindig itt így a fejem mellett. Nagyon jó helyen lakunk, itt vagyunk benne a belvárosban, ez most már biztos. Jaj, anya kész! Atyai! Jani kokárdát is raktál rá? Hát, holnap lesz a nagy ünnepség. Nagyon. Most mi van? Mi lettél? Vagány fiú? Lefotózolok? Igen. Micsoda kép! Milyen zsűri? Hát aki nyomja a zenéket, hogy... Ez nem a zsűri, te? Azt tudod ki, aki a zenéket nyomja? DJ. Igen. Lehetek én a DJ. Lesz a DJ. És majd én kezdet lettem zenéket nyomom neked, oké? Okay? Jó. Mi itt gyanútlanul élvezzük magunkat. Meg a sört. És nem működik se az Insta, se a Facebook. Nem tudjuk kiposztolni, hogy kint van az új epizód. Most éppen az izlandi sorozatunk, a Nánási jég megy. Most van az 5. rész. A YouTube működik, az epizód kint van, már nézik, azt már látszik. De se az Insta, se a Facebook nem működik. Az milyen? De amit a világon elzárnák a levegőt. Ez fura, ilyet én még nem is láttam. A nyuszikákat kivettétek a ketrecbe, és most itt ugrabugrálnak? És Svenci beálltál segíteni a Micinál? Igen. Olyan gyönyörűen játszottok együtt, most olyan büszke vagyok erre. Na hát, akkor megérkeztünk. Jó volt. Nézd, a függöny behúzta magát. Kicsit simogassátok meg őket, aztán visszamennek a helyükre, mert vacsisztok ti is, és alvás. De már ágyban vannak ezek a gyerekek? Na, Szevaládi. Itt vagyunk a szobában már. Megnéztünk titeket Izlandon. Nagyon jó volt látni. Mi el vagyunk fáradva, képzeljétek el. Miért nálatok is ezt mondtak le, unkapszolva a viany? Igen. Nálunk pont ugyanannyi idő van, mint nálatok. Hiányzod a part. Ti is hiányoztok nekünk, nagyon drágáim. Ezért fogunk találkozni, nem olyan hosszú, ez nem hosszú idő. De már fogat is mostunk, csak kicsit mosunk és csapászunk. Jó van. Ti szipagok, mint egy balond. Balond. Én most nem lépem. Hát én meg nem akarok egyetlen lemenni. Hát könyvedet, most is a Micijéből olvasunk. Na jó, van akkor Pusznyirákovics, holnap gyerekek. Találkozunk, mi most lefekszünk, de nagyon hiányoztuk is. Puszi gyerekek, jó éjszakát. Na jó, van puszi. Love should be easy, why should it not?